Szóval szokás szerint mielőtt elkezdődik a műsor, a legfontosabb, hogy lecsekkoljuk, hogy biztosan megyünk a élőbe, mert ha nem megyünk élőbe, akkor tök fölöslegesen rizsázok, és nem fog tudni nektek semmi érdemlegeset átadni, pláne nem fogtok tudni kérdezni. Én még nem látom, elvileg megy. Most már csak nekem is látnom kéne, hogy mi történik. Igen, megy, úgyhogy nincs más hátra, mint... Sziasztok, gibonisták! Itt vagyunk, képzeljétek el, a Bakács téren, a Bakács Fesztiválon, és most mindenki nagyon meglepődött, ugyanis nem készítettem fel a zenekart arra, hogy mi lesz, ám bár ketten szerintem pontosan tudták, hogy mire lehet készülni, de nem szóltak a többieknek, mert jó fejek. Szóval itt vagyunk a Bakács téren, abból az apropóból, hogy ma Abba Tribute koncert lesz, hatalmas show igazából, nem is csak koncert, úgyhogy mindjárt rá is fordulhatunk az egész zenekarra. Sziasztok! Hello. Itt vagyunk mind a hatan, az egyik érdekessége ugye az, hogy Betty például már volt vendég a Te Jössz-ben, úgyhogy ha valaki nem látta volna, az Opedlen nézze vissza. A másik apropó, hogy itt van velünk Tomi, aki szintén volt már vendégünk a Te Jössz-ben. A többiek meg szép lassan sorra kerülnek, ne legyetek mindjárt. Csak óvatosan. Abba Tribute 2019. Mi vitt abba az irányba a zene, vagy úgy bárkit is, hogy összeálljon 2019-ben egy Abba Tribute? Van ennek bármi köze ahhoz, hogy az Abba 2019-ben ismét aktív? Vagy semmi köze? Valószínűleg, hogyha nem lettek volna aktívak, mi akkor is itt lennék, és beszélnék veletek. Igen, nincsen velünk személyes kontaktunk, hogy most akkor mi is nincsen velünk személyes problémánk. Ki a legnagyobb abba rajongó a társaságból? Ha jól tudom, egyébként mindenki úgy került be a képbe, hogy egyébként mindenki apán nőtt föl, mindenki szereti az apát, ezért csak csatlakozni tudok én is, tehát én világét nagyon szerettem gyerekkoromban, az apa filmet egy csomószor láttam. Úgyhogy akkor igazából ez egy abba rajongói klub, akik végül tribut zenekarra alakultak. Kis túlzása. Csajok, hozzátok ti, ugye... Alapvetően vokalista szerepben szoktatok szerepelni a színpad, ugye ebben a címben voltál nálunk is, hogy végre megtudjuk, hogy milyen a vokálos szemszögből. Milyen most főelőadóként lenni? Tehát, hogy ott vagy, te vagy igazából az első sor, tehát ti vagytok az első sor, tehát most ti vagytok a fő attrakció, a főhősök. Oké, hogy hatan vagytok itt főhősök, de mindig csak a főhősök lesz. Egészen nagy felelősség, amúgy egészen más, mint hátul. Ugye meglenni a kis komfortzónánkban, ott nem kell konferálni, és itt ugye ez talán így az egyik legfontosabb, hogy hogyan tudjuk megteremteni a zenekar és a közönség közötti kapcsolatot, úgyhogy most már nem hátul, hanem mindenkinek az arcában elő. Ki vagy elbújni, úgyhogy folyamatos kihívás az mozgalom, és nagyon élvezzük. És tanulmányi kirándulás minden egyes koncert, hogy folyamatosan mi is fejlődünk, és tanuljuk azokat a dolgokat, hogy hogyan szólíthatjuk meg a közönséget. És még jobban figyeljük azokat a front embereket, így kellene dolgozunk. Minden trükköt el kell most tudjuk tanulni. Mindenem. Nagyon szuper. Közben mondom nektek, ugye élőben vagyunk, kérdezni nyugodtan lehet, viszont mivel mindjárt koncertbeállás kezdődik, háromtól ugyanis élőben lesz a műsor, aki tehet egyébként jöjjön ki rögtön az interjú után irány a Bakácstér. Szóval lehet, hogy egyszer csak elkezdesek. Ingyenes a koncert, ez nagyon fontos, de a Bakács Fest van, tehát hogyha bárkit is ez rettenten el, ne rettentsen el. Szóval lehet, hogy egyszer csak elkezdenek szállingozni a srácok, pakolni, ez majd ne lepjen meg senkit. Ki milyen szerepben van egyébként? Ki Björn, ki Benny? Én vagyok Benny. Csak barna. Tehát a Bécs tímmel igazából, ugye ez a legfontosabb az apából. Így kerültem be. Hogy ez volt az alap, hogy itt egy B-betű, legalább egy B-betűs legyen. Igen, nekem van kettős, a Barnabás Boton. És akkor mindjárt két B-t kitudtál, úgyhogy igazából mentesítetted a többieket. Így van, nincs még. Köszönöm. Köszönöm, szívesen. Igen. Zenekarvezető, hogyha jól sejtem. Igen, én Ola Brunkert vagyok, a dobos, aki sajnos már meghalt egy néhány évvel ezelőtt. Nagyon érdekes, hogy jött ki ez a mondat. Csongorra pedig a másodbasszus gitárosunk, mert Pacári Viktor a gitáros, de miután ő is elfoglalt zenész, nem mindig tud ráérni. Ezért kiváló hosszú gitárt nagyon elfoglalt, ezért én szoktam sokszor helyette. Kiváló módon. Próbálom, amit nehéz, tehát igyekszem. Úgyhogy így vagyunk hatalmi. Szuper, ha jól tudom, 5 koncerten vagytok már túl, hogy ez lesz az ötödik? Nem, ez már a hatodik. Milyen sikerek fogadtak titeket az első 5 koncerten? Én képeket láttam eddig, sajnos élőben még nem, azok alapján valószínűleg gigantikus buli volt mindegyik. Eddig minden.
azt kell, hogy mondjuk, hogy a képek nem hazudnak. Vannak videófelvételek, és YouTube-on is elérhető egy jó néhány fellépésről felvétel. Mi magunk is filmeztünk egy-két hitelzet, vagy egy-más hitelzet a Balatonon. Arról is lesz majd hamarosan elkészült ilyen promófilm, vagy promóvideó. De tényleg, tehát a fényképek azok önmagukat. Több ezer ember volt, és... Nem csak mi rajongunk ennyire az apáért, hanem még nagyon sokan. Egyszer együtt táncolnak és őrület van. Imádják. Jól tudom, hívtok is fel embereket a színpadra. Mit lehet? Ilyen meglepetés. Ez meglepetés? Ez a Voltács koncert. Ez opcionális? Direkt megkérdeztem előre, van valami, amiről nem beszélünk? Mi mindent mondhatunk. Szívesen. Nyilván ez körülményfüggő is, hogy színpad és a közönség között mekkora a távolság, vagy milyen a... De ahol a lehetőség adja egyébként... A lányok élnek azzal a hatalommal, hogy beszoktuk felszólítani a közönséget. Szeretik nagyon. Mennyi idő volt összerakni az egész műsort? Hát... Mekkora munkátok? Elég sok meló. Fél év. És mennyire köszönöm vissza a korhű 70-es évekbeli abban, mennyire lett kicsit átdolgozva, mire lehet számítani? Mert ugye jól tudom, kosztümök vannak, minden van, smink van, azt látjuk. Így van. Hát igyekeztünk egy stylist tervező segítségével megidézni az abba feelinget ruhában, öltözetben, de igyekeztünk egyúttal maira is venni. Most van az elszállingozás. Lehet, hogy most lesz. Majd akkor én befejezem. Fiúknak dolga van, akkor a lányok befejezik. Sziasztok! Köszi szépen, srácok! Igen? Hangzásban abszolút igyekszünk minél pontosabban azt idézni, amit szerintünk a közönség is ezt várja el, hogy szinte ugyanazt hallják. Mert hogy még csomószor így az érződik, hogy ők nem is tudják pontosan, hogy most mit is fognak látni a színpadon. Nem tudjuk, hogy mit várnak. Minket akarnak látni, minket is, vagy tényleg minden ízben csak az apát. Van nagyon jó sztori, közönség soraiban hallottuk ezt a csodálatos mondatot, hogy de, ezek már nem öregek? Tehát, hogy van, aki tényleg úgy jön ki, hogy itt van ez az igazi abba zenekar, és azt hiszik, hogy mi vagyunk. Mert hogy ennyire jól csináltuk hát a dolgotokat. Hát bízunk benne, hogy igen. Hát jöjj, gyertek el, ti is maradjatok itt, és hallgassatok meg minket, mert egészen érdekes mutatvány lesz 3 órától. Mi egyébként itt leszünk a koncert elején mindenféleképpen, és az Instagram oldalunkon, Instagram Gibbon Games Budapest, fogunk megint bejelentkezni, akkor dobunk majd nektek egy kis ízelítőt a koncertből, hogyha valaki nem jutott volna el, akkor azért kedvet csináljunk a következő alkalomhoz. Lehet valamit tudni a következő koncertekről egyébként? Egyet tudunk biztosan, Debrecenben leszünk szeptember 20-án. Szeptember 20 Debrecen, és akkor azon kívül egyelőre még nincs. Hát ugye az igazság, hogy mivel májusra készült el a repertoár, ezért pont kicsúsztunk abból az időintervallumból, ahol a legtöbb koncertet le tudják foglalni, szervezni, úgyhogy a jövő nyárban bizakodunk nagyon, hogy minél több helyre arra készülünk, hiszen addig még mi is nagyon sok időt, energiát szeretnénk belefektetni, még inkább, még profibra kitalálni és megalkotni az egész produkciót. Tehát akkor igazából a produkció, ami most van, ez ugyan kész van, de ti már a jövő évre készültök, hogy persze, még nagyobb, még extra vagánsabb legyen. Még nagyon legyen. Sok potenciált látunk benne, úgyhogy show elemeket, táncokat még pluszba, esetleg még plusz ruhákat. Igen, nem ugye sosem várt, sosem mindig. Bizonyjuk a stylistunknak, hogy valamilyen 40 fokra is alkalmas szerelés, tök jó lenne. Igen. Most miért fogunk izzadni a csizmákban? Mert hogy megmutatjuk a ruhánkat. Na, hogyha mindenki van lehet, akkor mindenki lehet. Úgyhogy ez a szett ma fog debütálni először, ez még nem volt rajtunk. Képzeljétek el, hogy ezt ránk varták gyakorlatilag. Ez a kis tunikánk van, ez az ütünk hozzá. A fehér csizma az elmaradhatatlan, ehhez még van nadrágunk, persze nem csak ez az átlátszó tunika lesz rajtunk. És hát a fiúkon is, a barnát majd érdemes lesz megnézni, mert ő overallban. Ő egy ilyen csodálatos. Milyen anyag az? Nem szatén. Stretches. Nem is tudom, ilyen nagyon belállás. Abban azért van műanyag.
Hát, abban minden van, abban az anyag meg konkrétan. De ő imádja, szereti ezeket a ruhákat, úgyhogy még jól is jártunk vele. Akkor igazából tök jó. Hogy tudjátok összeegyeztetni a többi zenekarral, hogy most van még egy óriás projektetek is? Hát, még annyira nincs ütközés. Tehát még pont nem vagytok tele. Meg következő szezon lesz szerintem egy picit nehezebb, de az a jó, hogy teljes mértékű rugalmasság van. Tehát eddig is meg tudtuk oldani, és nagyon bízunk benne, hogy jövőre is meg tudjuk. Tehát tudnak titeket helyettesíteni vokál fronton. Hogy van például Blaha Louisiana-ban. Ezt akartam hallani. A Blaha Louisiana-ban ugyanaz a menedzsment, mint az Abbának a menedzsmentje. Így a menedzserek tudnak egyeztetni adott esetben, hogyha mondjuk egyik produkcióba kellünk. Már nyilván ezen minden esetben ez megoldható, de most még... Én már látom, amikor délután 6-kor Abba Tribute, 8-tól Blaha Louisiana, volt már 10-kor Richie, és akkor utána 2 hétig nem akartok színpadot se látni. Hát volt már úgy, hogy dupláztunk, bár mondjuk akkor pont nem abbáztunk, hanem beátricséztünk, meg Blaha Louisiana-ztunk. Az talán egy kicsit azért könnyebb, nem? Tehát így a vokál fronton tartani a szintet, mint amikor majd így frontba hát kell más. Lenni. Sokkal kevesebbet kell énekelni egyrészt, egészen más. Sokkal inkább ott kell lennünk itt a színpadon. Nagyon figyelni kell mindenre, le kell reagálni, nem csak a esetleges felmerülő hibákat, hanem mindent, ami befolyásolja a koncertnek a sikerességét. És esetleg még szólókarrierbe is gondolkodtok egy nagy előrelépés után? Hát most még sem tudjuk, hol vagyunk. Tehát ez az augusztus, ez totál káosz. Nekem gyakorlatilag 3 hete 2 pihenő napom volt. Tudjátok szám szerint hány koncert volt augusztusban? Úgy összesen? Azért az kemény. Én nem tudtam, milyen jó, nekem csak 13, úgyhogy... De te kicsit azért pihentél. Kicsit a lábattam, igen. Szuper, nagyon szépen köszönjük, igazán nem szeretnénk föltartani titeket. És még egy hasznos információ, egy fontos információ, minden információ hasznos. Téged nemrég lehetett látni egy újabb köntösben, hiszen híreket énekeltél, hogyha jól tudjuk. Igen. Erről mit lehet tudni? Egy mondatban. Igen. Van a... Passuk Pannonia Osztályos Felkasztó billentyűse Benkő Dávid kitalálta azt, hogy mennyire izgalmas lenne, hogyha a híreket megzenésíteni. És ugye, amit ugye olvas az ember a hírekben, a fölött így elsuhanhat, de mégis, hogyha egy kicsit ilyen viccesebb köntösbe öntözik fel, az egy más világ, és az első vendég a Lóci játszikor a Lóci volt, a másik én voltam, most volt a Vastag Csabi, most egy hölgy fog következni, de hogy minden héten van egy ilyen... Neked milyen élmény volt? Én voltam kíváncsi. Vokáloztam este 11-kor, folyamatosan ötleteltem, hogy mit, hogyan lehetne minél jobban megcsinálni, úgyhogy iszonyú sok meló volt benne, de szerintem nagyon jó. Szerintem a kitalálóját pedig el fogjuk hívni a te jössz be, az lesz a legjobb, hogyha ott minden információt megtudunk tőle. És ők nagyon szépen köszönöm, illetve a srácoknak is, de ők már egyébként keményen pakolnak. Nem sokára az Instagram, illetve 3 órától az Instagramon be fogunk jelentkezni, és akkor is mutatunk majd valamit. Aki pedig tud, mindenképpen jön ki, élőben találkozhatok velük is, meg velük is, ha már mi is itt vagyunk. Úgyhogy nektek nagyon jó koncertet kívánok, és akkor akit viszont nem tud itt lenni, nekik szeptember 20. Jól összekevertem, nem? Király, köszönöm szépen még egyszer, sziasztok, jó koncertet! Sziasztok! De ugat még a végére, köszönjük szépen!